Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradója, Tóth Géza vagyok, kezdjük kiemelt híreinkkel. Visszaszólt Matolcsy Györgynek Orbán Balázs, szerint a jegybank elnök nem szakmai alapon kritizál. Szent Király Alexandra szerint Karácsony Gergely, Karácsony szerint Szent Királyi férje miatt van hőség a metrókon. És nem akarja kifizetni az állam azt a ködbért, amit a bicskei pedofil igazgató áldozatai kértek. Visszaszólt Matolcsy Györgynek Orbán Balázs, miután a jegybank elnöke a közgazdász Vándor gyűlésen kemény kritikával illette a kormány gazdaságpolitikáját. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Matolcsy Györgynek nem szakmai, hanem személyes problémája van Nagy Mártonnal. Orbán Balázs a Mandinernek azt mondta, régi időre nyúlik vissza Matolcsy György és a miniszter személyes jellegű vitája. A köztük lévő ellentét feloldhatatlannak látszik, innen eredeztethető az a kritika is, amit az MNB elnöke már sokat szóra megfogalmaz a kormánnyal szemben. Orbán Balázs hozzátette, ez a vita megterheli a magyar gazdaságot, de a jó hír az, hogy Matolcsy György mandátuma jövő év március 3-án megszűnik, addig már guggolva is kibírjuk, fogalmazott Orbán Balázs. Optimista magyar gazdaság kilátásait illetően Varga Mihály, a pénzügyminiszter a közgazdász Vándor gyűlésen azt mondta, a kormány jelentős költségvetési kiigazítást hajtott végre az elmúlt években. Hozzátette, a növekedés az idei első fél évben elindult és gyorsulni fog, jövőre pedig a nemzetközi intézmények azt vetítik előre, hogy 3-3,5%-kal nőhet a gazdaság. A tárcavezető arra számít, hogy a kiépülő ipari kapacitások növelik majd az exportot is. Azt is mondta, hogy a kormányzati cél a fiskális egyensúly javítása, a célzott gazdasági programok létrehozása és a humán tőke fejlesztése. A miniszter gyermekkedvezményeket és bérnövekedést ígért. Januárban 3,2%-os nyugdíjemelés, februárban pedig 13. havi nyugdíj várható, jelentette be ugyancsak Varga Mihály pénzügyminiszter. A nyugdíjas szervezetek keveslik az emelést. Farkas András nyugdíjszakértő szerint azok, akiknek 100-200 ezer forint a nyugdíjuk, meg sem érzik majd a növekedést. A KSH évelei adatai alapján 2 millióan részesülnek öregségi nyugdíjban, akik közül 250 ezeren nem kapnak havonta 120 ezer forintot. A szegénységi küszöb alatt pedig nagyjából 800 ezeren élnek. Aranyoskám, a minimum körül vagyok, köszönöm szépen, megvan mindenem, nem dohányzom, nem alkoholizálok, nem tapétázom magamat, megélek. Nagyon köszönöm a kormánynak a állandó emelést, és meg vagyok elégedve. Ez a hölgy valószínűleg még elégedettebb lesz, ha elolvassa Varga Mihály Facebook bejegyzését, amelyben arról ír, januárban nyugdíjat emelnek, amelynek mértéke 3,2% körül alakul, és februárban 13. havi nyugdíjat fizetnek. Az semmi, az az emelés, ahhoz képest, hogy a tanároknak emelnek 40-50%-ot, a nyugdíjasoknak a 3 az semmi. Luxusok nincsenek. Örülünk az. Ha az alapvető élelmiszert meg tudjuk venni, hogy meg tudunk élni. A ruha félére nem is ír. Egyetért ezzel Farkas András nyugdíjszakértő is. 3,2%-ot azt meg se érez senki. Különösen, hogyha valakinek 100 ezeres, 200 ezeres nagyságrendben van a nyugdíj, akkor az 3,2% ez annyira kevés pénz, hogy nem fog megjelenni semmilyen módon az ő pozitív élményei között. Különösen, hogyha közben azok az árak, amelyeket ő naponta szembesül, és amely termékeket ő naponta vásárol, különösen az élelmiszer, a gyógyszer, energia, azoknak mind sokkal gyorsabban nő az ára. Az átlag nyugdíjas szintjén ez 7400 forint havi emelést jelent, ami hát ön, ha jár bevásárolni, tudja, hogy az egy bevásárlásra is kevés. A nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának alapító elnöke úgy véli, változtatni kell a nyugdíjemelési rendszeren, és vissza kellene térni a 2010-es évek előtti időszakra, amikor vegyes indexálással történt a nyugdíjak emelése. Ez úgy volt, hogy a bérkiáramlásnak is a felét, meg az inflációnak a felét is számították, tehát a nyugdíjasok valamennyire együtt haladtak az aktív dolgozókkal, és ez elszakadt tőle, és miután a bérkiáramlás szinte minden évben lényegesen magasabb volt a nyugdíjemelésnél, ezért ez a relatív pozícióvesztés ez folyamatosan jelen van. Varga Mihály közösségi oldalán arról is írt, hogy a költségvetési hiányt idén 4,5%-ra,
jövőre 3,7%-ra, 2026-ra 2,9%-ra csökkentik, miközben az államadósság rátát évről évre javítják. A DK politikusa mindebben nem hisz. Csak az erre az évre vonatkozóan az eredetileg eltervezett hiány 2,9% volt, és most ugye 4,5-ről beszél. Ez a 4,5% sem biztos, hogy meg lesz. És ehhez a 4,5%-hoz az is kell, hogy augusztus 1-től komoly megszorító intézkedéseket vezettek be. Dávid Ferenc hozzátette, ha a bázis év rossz, már pedig, mint mondtam, ez az év rossz, akkor miért hinné el az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ezek a jövő, illetve jövő utánra jósolt számok bejönnek? Alig kaptak béremelést a kormányhivatalok dolgozói, állítja az őket képviselő szakszervezet vezetője. Boros Péter né a 24.hu-nak azt mondta, a közigazgatási tárca által közölt 4 évre lebontott 50%-os illetményemelés valójában nem általános bérfejlesztést, hanem bértömegemelést jelöl. Azt is hozzátette, hogy az emelés nagy részét a magasabb beosztású munkatársak kapták. A többiek fizetését jellemzően nem is növelték. A kormányhivatali dolgozók közül mintegy 27 ezer a beosztott ügyintézők száma, velük szemben áll a körülbelül 6 ezer vezető pozícióban lévő tisztviselő, akik Boros Péterné szerint politikai alkalmazottak, a jutalmazásuk pedig, mint mondta, káderszemléletre épül. Nincs elég jegyzőkönyv vezető a fővárosi bíróságokon, tudta meg a 444. A létszámhiány miatt a fővárosi törvényszék büntető kollégiumának vezetője levélben arra kérte a kerületi bíróságokat, hogy priorizáljanak az egyes munkanapokon. Vagyis ha egy adott napon a tárgyalások száma meghaladja a jegyzőkönyvvezetésre beosztható alkalmazottak számát, akkor fontossági sorrendet kell felállítani az ügyek között. A bíróságok egy listát is kaptak arról, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venniük a sorrend kialakításánál. Ezek között szerepel a vádlottak és tanúk száma, az ügy elhúzódásának hossza, vagy a tény, hogy az adott eset számot tart-e sajtóérdeklődésre. A metrókban tapasztalható hőmérsékleten kapott össze Szentkirály Alexandra és Karácsony Gergely. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője több mint 35 fokot mért a Kisföld alattin, amiért szerinte a főpolgármester a felelős. Szentkirály Alexandra azt kifogásolja, hogy eltelt egy ciklus, de Karácsony Gergely nem gondoskodott a szerelvények klimatizálásáról, helyette csak a saját politikai túlélésével foglalkozik. A főpolgármester erre úgy reagált, hogy a Fidesz nem engedte meg az előző városvezetésnek, hogy új metrókocsikat vásároljon, ahogy azt sem hagyta a kormánypárt, hogy az olcsóbb és a kocsi klimatizálását is vállaló ÉSZT cég nyerje a felújítási megbízást. Karácsony azt is hozzátette, hogy a metrófelújítás drágán és klíma nélkül elvégző cég az az orosz Metrovagomas, amelynek anyacégével Szentkirályi Alexandra férje Szalai Bobrovnicki Kristóf üzletelt. Magyar Péter Intercity-vel Lázár János nélkül ért be a keletibe a MÁV bejárás után. Az építési és közlekedési miniszter csütörtökre ígért neki találkozót, de végül nem tudtak megegyezni ennek részleteiről. Híradónkkal a minisztérium azt közölte, a találkozó Magyar Péter miatt hiúsult meg. Magyar Péter azt mondta, hogy amikor Lázár 30 éves lemaradást emleget a vasútnál, akkor elfelejti hozzátenni, hogy abból 18 évet ők kormányoztak. Borózról és megpróbálunk feljutni Budapestre. Vonatozással indult a Tisza párt elnökének reggele. Magyar Péter a János hol vagy bejegyzéssel tette közé videóját, a miniszter ugyanis nem volt hajlandó együtt vonatozni vele. Sajnálom, hogy nincs itt a miniszter úr, mert elmondom, hogy mikkel készültem neki. Lázár Facebook oldalán szerda este arról posztolt, úgy látja, Magyar Péter nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának. Lázár vezette minisztérium híradón kérdésére azt közölte, a találkozó Magyar Péter miatt hiúsult meg. A Tisza párt elnöke a vonaton átolvasta a MÁV 5 éves stratégiáját és körülnézett a vasúti kocsiban. Itt lenne a WC, de olyan... Nem igazán szeretnék bejönni ide, mert olyan állapotok vannak. A Toka Intercity, amivel Magyar Miskolcról érkezett a keletibe végül, tökéletes pontossággal 13 óra 15-kor gördült be a pályaudvarra.
Lázár miniszter úr elintézte nekünk, ha más nem, hogy pontosan érkezzen ma ez az IC. A Tisza párt elnöke a sajtótájékoztatóján kiemelte, a Miskolcról Budapestre közlekedő vonatnak 1 óra 50 perc volt a menetideje, ez már 2 óra 40 perc. Felidézte azt is, hogy a miniszter lemondta az Intercity felújítását, visszamondta a Siemens mozdonyok megrendelését. Nincs semmilyen rendelés láthatóan a nap alatt, hanem most az új 5 pontos akciótervek keretében Lázár János már arról beszélt, hogy használt szerelvényeket fogunk beszerezni. Azt pletykálják, hogy 40 éves holland szerelvényeket fog a MÁV megújulási jegyében megvenni, miközben már Románia és Bulgária is egyébként új szerelvényeket szerez be. Miből? Elsősorban uniós forrásokból, ugyanis azokban az országban érkezik uniós forrás. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a találkozó azért nem valósult meg, mert mind a két politikus minél jobb feltételt akart magának kiharcolni. Hát egy Magyar Péter Lázár János találkozónak nem lett volna kicsi a tétje. Magának a miniszter szempontjából, mert hogyha alul maradt volna Magyar Péterrel szemben, akkor esetleg még inkább erősödhetett volna a nyomás, hogy váltsák le. A 21. század intézet elemzője szerint a Tisza párt elnökének valódi célja nem az egyeztetés volt. Az látszik, hogy Magyar Péter valójában nem is akar találkozni Lázár Jánossal, tehát hogyha szeretett volna találkozni a miniszterrel, tájékozódni arról, hogy például a miniszternek milyen tervei vannak arra vonatkozólag, hogy például a MÁV-ot, a tömegközlekedést fejlessze. A Republikon Alapítvány elnöke úgy látja, Magyar nagyon jó érzékkel kap rá, és nem ereszti azokat a témákat, ami mindenkit foglalkoztat. Miért nem megy el Lázár János vonatozni? Én tudtam, hogy nem fog elmenni, mert ez politikailag számára vállalhatatlan, de közben pedig ő kerül ki rosszabbul a helyzetből a politikai értelemben. Magyar Péter újságírói kérdése elárulta azt is, jövő héten ismét vonatozást tervez. A Lajos Mizsai Máté Szalkai szakaszt, vagy a déli pályaudvart is szívesen megnézné Lázár Jánossal. Levélben küldött eligazítást a belügyminisztérium az iskolaigazgatóknak arról, hogy mit kell tenniük, ha egy képviselő látogatja meg az iskolájukat. Egy ilyen levelet Hadházi Ákos is megosztott Facebook oldalán. Ez szerint a képviselő az intézmény működésével kapcsolatos információkról tájékoztatást kérhet, de csak akkor, ha annak módjáról előre egyeztet az igazgatóval. Emellett a képviselőt az igazgató csak akkor köteles tájékoztatni, ha a találkozó idejét, helyét és témáját előre meghatározzák. A levél szerint a képviselő igazolvány nélkül érkező politikusokat nem kötelező beengedni az épületbe, és az EP képviselőknek is tekintettel kell lenniük az iskola működésére vonatkozó előírásokra. A kiküldött levelet Maruzsa Zoltán jegyzi, és a dokumentum nem sokkal azután született, hogy Magyar Péter bejelentette, a kórházak és a MÁV vonalai után az iskolákat is be fogják járni. 500 ezer szavazóra van a Tisza párt a Fidesztől, legalábbis ezt méri a Závesz Research. A biztos pártválasztók között a kormánypártok 42%-on állnak, a Tisza párt támogatottsága ebben a körben 33%-os. A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is a parlamenti bejutási küszöbérték felett található, előbbi 8, utóbbi 7%-on áll. Más pártok legfeljebb 2%-ot érnek el az aktív körben. A nyár végén a választópolgárok 29%-ának nem volt pártpreferenciája. Ködbért követel a Bicskei Gyermekotthon egykori pedofil igazgatójának több áldozata, amiért a minisztérium a titoktartási kötelezettsége ellenére nyilvánosságra hozta, hogy kártérítést fizettek nekik. A Népszava információi szerint az áldozatok közül többen is szerződésszegésnek értékelik az adatközlést, ezért jelentettek ködbérigényt. A történtekről a kegyelmi ügy kirobbanása után adott tájékoztatást a minisztérium. A Blicknek erősítették meg, hogy 9 fővel kötöttek peren kívüli egyezséget, és összesen 154 millió forintot fizettek nekik. Egyelőre nem lehet tudni, hogy honnan kapnak ételt a szabolcsi penészlek iskolásai és óvodásai azt követően, hogy a szolgáltató jelezte, szeptember 30-ával felmondja a közétkeztetési szerződést. Az eset azért különös, mert a közétkeztetési cég ügyvezetője a jelenlegi polgármester, akit nem választottak újra. Így tulajdonképpen ő saját magát értesítette a szolgáltatási szerződés felmondásáról. Híradónk megszerezte azt a videót, amelyben Klenik Sándorné bejelenti, hogy az általa vezetett idősek otthona az új polgármester hivatalba lépésének napjától nem biztosítja tovább a közétkeztetést. Augusztus 28-án be is nyújtottam. A tájékoztatáshoz hozzátartozik,
hogy az étkezést. 2023 márciusi térítésért díjjal számoljuk a mai napig, bár nem ez a legfőbb oka, és nyilván a helyben élők tudják, mire is gondolok. Az idősek otthonát és így a konyhát a polgármester és családja működteti non-profit formában. Híradónknak nyilatkozva azt mondta, azért mondta fel a szerződést, mert az új polgármester programjában egy új étkeztetési forma kialakítását tervezi, szerinte nélkülük. Akadályokba ütközik, de nyilván mindenre van megoldás. Most ott tartunk, hogy tárgyalunk arról, hogy milyen formában tudnánk közös megegyezésre jutni. A megválasztott polgármester azt mondta, valóban szerepel a programjában, hogy az önkormányzat saját kézbe veszi a közétkeztetés szervezését, bonyolítását. Ehhez az iskolában, vagy ahhoz a lehető legközelebb szeretnének egy konyhát és étkezőt kialakítani, de addig is törekednek az egyességre. A legideálisabb az lenne, hogy a közétkeztetés még a jelenlegi módon zajlana tovább, viszont még annyit szeretnék hozzátenni, hogy országgyűlési képviselőnk dr. Simon Miklós is jelezte azt, hogy a gyerekek és az étkeztetés ez egy nagyon fontos dolog, ezt megkololdjuk. Én hosszú távon az ő segítségére számítok. A helyiek arra számítanak, hogy végül nem lesz baj a vitából. Semmi gond, majd megoldja az új polgármester. Szerintem nagyon ügyes ember, meg fogja oldani. Az mit jelent? Az, hogy segítünk és nekem nem tudja, de meg fogja oldani. Vagy így, vagy úgy. Értem. És mit gondol, hogy hogy lesz megoldva? Hát úgy, hogy volt itt régen konyha, majd megoldjuk, meg lehet itt rendelni kaját többfelé is. A megválasztott polgármester azt mondta, szerinte meg tudnak egyezni októberig, és legkésőbb egy éven belül elkészülhet az önkormányzati konyha. 15 évet is kaphat az a János Halmai orvos, aki csalt az oltási igazolványokkal. Még a Covid alatt indult eljárás ellene, a nyomozást azonban csak most zárták le a baranyai rendőrök. Az orvos a Covid vakcinák helyett sóoldatot adott be a pácienseinek, de oltottként regisztrálta őket, amivel több millió forinthoz jutott. A baranyai rendőrök mentek a János Halmai orvosért, miután már alapos volt a gyanú, hogy pénzért cserébe adott a koronavírussal kapcsolatos oltási igazolványok kiadásához szükséges igazolásokat. Az eljárás tárgyát képező minősített korrupciós bűncselekmény 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Az ügyben több bűncselekmény gyanúja, megalapozott gyanúja áll fenn, emiatt ez akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Egy ügyvéd szerint az orvos több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Egy vesztegetés elfogadása, egy közfeladati helyzettel való visszaélés és egy védettségigazolással való visszaélés. Azonban, mivel a veszélyhelyzet úgymond elmúlt, tehát hatályon kívül lehet helyezve az a kormányrendelet, ami ezt szabályozta, így a védettségigazolással való visszaélés már nem bűncselekmény, pontosabban nem ez a bűncselekmény, hanem közokirathamisítás miatt vonható felelősségre. A járvány idején az oltópontok voltak a főszereplői a védőoltások beadásának, de a házi orvosok is jogosultak voltak a vakcina beadására. Nem tisztem megítélni ezt a cselekményt, erre megvannak a megfelelő fórumok, én úgy gondolom, de azt be kell, hogy lássuk szerintem, hogy mind szakmailag, mind etikailag, mind büntetőjogilag ez igen-igen aggályos, amit megtörtént, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez tulajdonképpen ez a cselekmény be se következhetett volna. A János Halmai orvos ügyét Baranyában vizsgálták a rendőrök, akik az iratokat vádemelési javaslattal elküldték az ügyészségre. Az ügyészeknek 30 napon belül kell a vádiratot elkészíteni. 200 méter vegyes úszásban is aranyérmes lett a paralimpián Konkoly Zsófia. A 22 éves pécsi úszó a legjobb idővel került a döntőbe, ahol nagy csatát vívott spanyol ellenfelével, de végül 88%-al ő volt a gyorsabb. Konkoly Zsófia 400 gyorson is aranyérmes volt, amivel ő szerezte Magyarország első aranyérmét az idei paralimpián. Sikeresen szerepelt a női kerekesszékes tőrcsapat is, ezüstéremmel zárta a játékokat. És eddig a híradó hírei, most újra fórum, Vagyarák Anikóval. Szervusz Anikó, milyen témákat javasolsz megvitatásra? Szervusz, szép napot kívánok! Folytatódik a fórum, igen, várom önöket még egész délután. Három témát jelöltünk meg önöknek, de persze bármilyen más témában is várjuk a véleményüket. Például beszélünk arról, hogy nincs annyi jegyzőkönyvvezető a fővárosi bíróságokon, amennyi kellene, emiatt új rendszert, egyfajta pontrendszer alapján egy új rendszert vezettek be
priorizálnak az egyes eseteknél. Például figyelik azt, hogy melyik az az ügy, ami érdekli a sajtót, ez pluszpontot hoz, vagy amiben sok a vádlott, vagy a tanú. Ez is, vagy azt is mérlegelik, hogy mennyire húzódhat el az ügy. Ez egy érdekesség, pláne annak tükrében, hogy így is azért komolyan elhúzódtak a perek. Aztán közlekedéssel is foglalkozunk, hiszen Magyar Péter a vonatokon, Szent Királyi Alexandra pedig a metrókon közlekedik, ahogy azt a híradóban is hallhatták, és hát mindenki észrevesz problémákat, úgyhogy ebből a szempontból is várom az önök véleményét, és gazdasági témával is készülünk, várom önöket. Köszönjük, Anikó, ezek tehát a javasolt témák, de hogy hallották, a délután során több alkalommal is elmondhatják véleményüket. Híradóval pedig legközelebb 17-28-kor Gesztesi Máté várja majd önöket. Én szép napot kívánok, viszontlátásra!